Szanyi Tibor a vendégem, az MSZP Európa Parlamenti képviselő. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kicsit hangosan beszélek, mert tudom, hogy tegnap érkezett haza repülővel. Igen. Miattam. Igen. Ugye direkt miattam. Ezt nyilván olyan sokan elhiszik. Az ön tiszteletére. Jaj, nagyon kedves, jó kezdődik ez a beszélgetés. És tényleg ilyenkor be van dugulva a füle, hogy nem hal? Hát igen, mert tegnap két repülőre kellett, hogy üljek. Jaj, szegény képviselő úr. Hát igen, egyébként azért nem egy leányállam az időnként, de mindegy, lényeg az, hogy valahogy bedugult az orra. Nem ezért fizetnek. Jó. Na, beszéljünk most arról, hogy ahogy viszont visszaérkezett Magyarországra, Budapestre, hogy jött vissza? Tehát hogy beszélnek most Magyarországról? Hogy beszélnek a kötelezettségi eljárásról, tulajdonképpen amit indítottak hazánk ellen, akár mondjuk a civil üggyel kapcsolatban? Szeretnének bántani minket? Nem, hát ez a két kötelezettségszegési eljárás, ez mondjuk nem a parlament hatásköre, meg ugye ez az Európai Bizottság Igen. intézi ezt a dolgot. Hát, de gondolom azért, hogy csak rutin, én azt mondom, hogy és nem csak Magyarország, mondjuk Magyarország kirívóan sokszor van ilyen eljárás alatt, de ettől függetlenül hát a bizottság ezt intézi mindenféle érzelem nélkül. Ez önmagában nem téma, mindenki tudomásul veszi, hogy ha valaki nem teljesíti a jogszabályokban vállalt kötelezettségeit, akkor bizony eljárás van vele szemben. Jó, hát ez nem ritka dolog azért az Európai Bizottság életében egyébként. Azt tudja ön, hogy pillanatnyilag hány kötelezettségszegési eljárás van érvényben hazánk ellen? Hát, hogyha ön tudja, akkor most mindjárt fog mondani egy számot, de én százas nagyságrendről tudok. Százas nagyságrendről Igen. Viszont mit szól ahhoz, mert én például teljes egészében megnyugodtam. Olvasom, hogy itt Jean-Claude Juncker, a visegrádi négyek vezetőit egy közös vacsorára hívja, invitálja meg, aminek az időpontja október 18-a lesz. Hát mi ez, mintha nem együttműködés és tulajdonképpen béke? Az ember az ellenségét nem szokta meghívni vacsorára? Dehogy nem, hát először is itt senki nem ellenség. A másik pedig az, hogy úgy látja Jean-Claude Juncker, hogy a visegrádi négyeknek valami eléggé fura magatartás vagy mozgás formája van az utóbbi időkben. Elsősorban Magyarország és Lengyelország a probléma. A csehek azok úgy látszik, hogy hajlandók visszatérne normális működésbe, a szlovákokkal nagy baj eddig se volt. Viszont szerintem Jean-Claude Junckernek van egy pár olyan témája, amit feltétlenül meg akar ezekkel a népekkel beszélni. Egyébként az Európai Unió az nem valami csatatér, tehát ez egy együttműködési keret. Hát miért ne hívná meg bárki? Jó, vagy. De mik lehetnek a témái? Hát Jean-Claude Juncker már egyszer-kétszer meghívta Orbán Viktort, Henkét pofon vágta, Henkét kukit adott neki, hogy... Pofon sose vágta. Hát azért, de. Az nem pofon. Jó. Tudja maga, hogy mi az, hogy pofon. Hát most elpróbáljuk, vagy hogy? Mondjuk, mert nem is volt egy ilyen gondolat, hogy most mondom, hogy játsszuk le. Az jó lenne, ja. De nem, én most egyébként egy békés ember vagyok, és egyébként én soha az életben nem ütöttem még meg embert. Helyes. Ne is tegye ezt. Más Na, cseh, egyébként azt olvastam, hogy Brexit vagy a menekültkvóta is szóba kerülhet majd ezen a vacsorán. Hát mindenképpen, annál is inkább, mert itt megint Magyarország, Lengyelország a két fontos kibocsájtó ország, amelyek rengeteg embert veszítettek Anglia javára, már munkavállalót mondom ezt, és az új ottani sorsuk azért az nagyon-nagyon fontos. Tehát ez mindenféleképpen egy megbeszélendő téma. Na, menjünk tovább. Tudja, amikor készültem erre a beszélgetésre, nagyon készültem erre a beszélgetésre. Már-már abban bíztam, vagy volt egy ilyen gondolat a fejemben, hogy péntek reggel úgy fogok Szanyi Tiborral majd leülni, hogy azt fogom mondani, hogy volt MSZP-s képviselő. Mert én azt gondoltam, hogy ezután a mélyrepülés után, ahol most az ön pártja van, föláll és azt mondja, hogy én ebben nem veszek részt. Miért nem lép ki ebből a pártból? Maga miért nem lép be? Azért, mert én mondjuk nem vagyok politikus, meg nem is akartam politikus. Na jó, ugye mindenkinek megvan a maga indoka. Én nagyon sok időt eltöltöttem ebben a pártban, imádom ezt a közösséget, szeretem a párt tagjait, miért kéne nekem ebből kilépnem? És ez egy szerethető párt még ön szerint, ez hát, MSZP? Én számomra mindenféleképpen, de még vagyunk ezzel pár százezer. Van egy jobboldalinak semmiféleképpen nem nevezném a 168 óra című heti lapot, és van egy terjedelmes összeállítás egyébként pont önökről, meg hát alapvetően inkább Botka Lászlóról, csak a Lidet hadd olvassam önnek föl meg a címét. Botka bukása, még nincs vége, figyeljen, a töpörödő MSZP drámájának. 9 hónapnyi vajúdás után véget ért Botka László miniszterelnöki jelöltsége. A szocialista kormányfő aspiráns bukása mögött nem egyetlen okot kell keresni, feltehetően merev stratégiája,
a többi ellenzéki párt ellenállása, a párton belüli, most jön a lényeg, árulók és azok külső segítői miatt dőltek romba tervei. Kétséges, hogy az MSZP túléli a jelöltjének politikai halálát, az ügyből elsősorban a Jobbik és a Fidesz profitálhat. Na kezdjük akkor most azzal, hogy kik voltak az árulók? Megmondom őszintén, hogy ez szerintem egy ilyen bulváros történet, amit most itt felolvasod. Hát 168 óra minden, de nem hát, bulvár. Maga alap lehet, hogy nem feltétlenül bulvár, de ez az okfejtés, amit van, ez egy hülyeség. Ez egy olyan ostobaság. Fáj az igazság inkább, nem? Hát nem fáj az igazság, egyszerűen butaságokat, tömkelegét írja ez az újság. Mi volt ebből a butaságot? Csak az a helyzet, tudja, hogy önöket ezek a jó, egymásnak mondogatják az újságírók ezeket a szavakat, és akkor utána jókat szórakoznak itt mindenféle szakértőkkel a tévében. Ezzel együtt, ha hiszi, ha nem, itt lehet bulvárt alakítani itt ebben a stúdióban, igen. Csak amikor az ember kimegy ebből a stúdióból, egy pár kilométerre odén megy, akkor már piszkosul nem bulvár az élet. És minket egyébként az érdekel, hogy mitől van 500 ezer gyermek, aki penészes szobában lakik ebben az országban, mitől van 900 ezer olyan magyar ember. Ezt a kérdést. Nem kerülünk ki, arról beszélek, ami nekünk fontos. Nem, maga arról beszél, ami magának hát, fontos. Hát persze. És nem a mi, meg az én, szerintem így. Nem ugyanaz. Hát dehogy egyébként nem. Nekünk Szanyi MSZP-nek ez a fontos, és a ha hiszi, hanem, csak nekem szívére, is ez a fontos. Csak a szívére vigyázzon. Jó. Tehát, hogy nagyon ne izgassa fel magát. Azért egy valamit szerintem most egy kicsit mellélő, nevezetesen nem azt. Nem lök mellé. De nem, az, hogy nem újságíróval beszélgetek most. Azt én értem, csak akkor is ilyen hülyeségekkel nem tudja übrelni az, hogy 900 ezer emberrel szemben a végrehajtási eljárásban az országban. Miért? A Botka lemondás akkor ez egy hülyeség? Nem, az egy tény, csak aztán amit köréje írogatnak. Nem az a hülyeség, hogy maga azt írta ki az egyik közösségi oldalon, hogy szerintem egy vezető nem attól vezető, most ugye ezt nem mondhatom ki ezt a szót, vagy nem akarom, összecsinálja magát, és harc helyett hazaköpköd. Hát mi ez, hogyha nem bulvár? Ez egy hétfői történet, és hétfőn volt, ami volt, én magam is, és mindenki volt, úgy... Volt, ami volt. Így van. A miniszterelnök jelöltjüket hátba szúrták, aki ezek után nincs idő, közelegnek az április környékére vált szavazások, nekünk azzal kell foglalkozni, hogy mi van előre, kik vannak mellettünk, mögöttünk, előttünk. Na ki van akkor az MSZP mellett? Hát én nagyon remélem, hogy ez a legalább 2 millió ember, aki egyébként ennek az egész orbáni országjárásnak a vesztese. Mennyi? Legalább 2 millió. Ez az alsó becsés. A 13%-os támogatottsággal rendelkező. Igen, csak most megint mondok valamit önnek. Itt van ez a műsor, önök mindig hivatkoznak arra, hogy ez egy kereskedelmi tévé, és akkor neki önöknek fontos a nézettség, stb. Azok az emberek, akiket mi képviselünk, az esetek többségében még csak nem is néznek tévét. Vagy pontosabban ezt az adást nem tudják nézni. Ez egy orbitális nagy baromság. Hát ez egyáltalán nem baromság. Hát, hogy nem nézik ezt a tévét az önök választó polgárai, támogatói? Sok százezren vannak, akik egyébként piszkosul nem tudnak már tévét sem nézni, meg ki van kapcsolva a villany, meg nem tudom én minden. Ne nevessen ezzel, ne nevessen a szerencsétlenek sorsán. Én a szerencsétlenek sorsán egyáltalán de ezeken nem, azon a demagógon nevetek már ez ennyire, hogy ön azt mondja, hogy az MSZP támogatói nem nézik a tévét. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy rengetegen vannak a mi szavazóbázisunkban, akik egyébként nem tudják élvezni az ilyen felolvasó esteket, vagy reggeleket. Jó. Megbánta egyébként, hogy Botka Lászlót, akit egyébként az egész MSZP tulajdonképpen a magasba emelt, hogy nincs más ember tulajdonképpen ebben a pártban, egyedül Botka László, még májusban, aki miniszterelnök jelöltünk tudna lenni, megbánta, hogy ezzel illette őt, hogy összecsinálta magát? Én adtam egy pontos analízist, nem tudok ennél többet mondani erről a dologról. De nyilván megbántam, mert ezt már töröltem az oldalamról. Ezt konkrétan nem töröltem, és ez nem az oldalamon volt, de mehetünk tovább, igen. Na jó. Azt mondta a beszélgetésünk közben, egyébként egy kicsit félek most már öntől, mert ugye azt mondta a beszélgetésünk elé, hogy eddig még nem ütött meg senkit, azért ezután sem fogok. Nézd, milyen szép kezem van. Az a keze az szép, igen. Tényleg. Na, meg a nyakkendője. Ugye? Vörös csillag van, igen, most köszönöm. Látom. Köszönöm, na, hogy ezt vettem. Hogy menjünk tovább, ugye azt mondja az interjú közben, hogy az MSZP-nek egyébként vannak támogatói, de egyébként ki, amikor 8-9 hónapja semmi másról nem hallunk, hogy milyen jó lenne, hogyha legalább egy párttal, mondjuk a DK-val lenne valamilyen együttműködési megállapodásuk. Én azt gondolom, hogy ha mi teljes mértékig fölvértezzük magunkat azokkal a mondani valókkal és azokkal a hívószavakkal, amivel egyébként úgy gondoljuk, hogy mozgósítani tudjuk az egyébként nem feltétlenül szavazási aktivitásáról híres rétegek,
embereket, akkor tulajdonképpen egészen más lesz a lázó fekvése. Én mindig azt mondtam, hogy egy erős, stabil MSZP az önmagában egy vonzerő, az összes többi... Nem állom, volt már ilyen. 25 éves mélyponton van a pártja. Az lehet, ő a mélypontban mindig megvan az a szépség, hogy onnan van a fölfele. Mindig ezt mondják. Hát nem. Miért ő nem ezt mondaná? Hanem itt mondaná, hogy eltemetni saját magát, hát én nem fogom. És meg kell mondjam őszintén, hogy az emberek se tőlünk várják, nekem mondják, nekünk mondják állandóan, hogy csináljanak már valamit. Ezt nem a többi pártnak mondják, nekünk mondják. Nem vagyok felhatalmazva, vigyen magával akkor a 168 órát, olvasgassa a repülőn, hogyha majd megy vissza. Jó, nagyon szépen köszönöm. Ezt majd elrakom valamilyen vitrínben, hogy ezt öntől kaptam. Köszönöm szépen, csak egy választ várok öntől még, hogy akkor eljön hozzám beszélgetni? Írja már, hogy dedikálja már nekem. Jó. Eljön legközebb hozzám beszélgetni? Örömmel, szívesen. Köszönöm szépen.